Karácsony előtt adománygyűjtést hirdettek, de felhívásuk nem tarolt, ezért úgy döntöttek, hogy folytatják az adományok gyűjtését az idősek otthonában. Miért ne tennék, hiszen mindig akad olyan gondozott a 90 fős létszámban, akihez nem érkezik látogató. A felhívásra beérkezett adományokért nagyon hálásak. Szeretném megköszönni azoknak a komáromi lakosoknak az adományait, akik eljutották ide az intézményünkbe a felajánlásokat. Nagy segítség volt ez nekünk, kiosztottuk a lakóknak, ők nagyon örültek neki, főleg az édességnek, amit nagy szeretettel fogadtak, és egy hölgy ajánlott fel 100 darab mézes kalácsot, amit szintén kiosztottunk, és ennek is nagyon örültek a lakók. Amire nagyobb szükségünk lenne, az itt tisztálkodószerek, fürdőszivacs, pléd, törölköző, olyan lakóinknak, akiknek nincsenek hozzátartozóik, és ugye ilyenkor az intézmény szokta biztosítani ezt az ellátott részére. A tisztálkodó eszközök folyamatosan fogynak, ezért az utánpótlás mindig szükséges, takarókat és pokrócokat is szeretettel fogadnak. Ugye ezt nap mint nap használjuk az időseknél, ez egy ilyen fogyó eszköznek minősül, ugye az időseink fázósabbak, hiába van fűtés az intézménybe, a vérkeringésük is már nem olyan, úgyhogy nagyon szívesen fogadjuk ezt. Ruhaneműkre nem nagyon van szüksége az időseknek itt az otthonban, mert ezt tudja biztosítani az intézmény. Olyan minőségű adományt várnak, amit mi magunk is szívesen tovább használnánk. A szociális intézmény másik részében a hajléktalan szállón is örülnek minden felajánlásnak, mely megkönnyíti a hétköznapokat. Esetükben főleg férfi ruházat adományozható. A hajléktalan szálló ugye az egy teljesen más ellátás, mint az idősek otthona, ott nagy szükségünk van, főleg ebbe a téli időszakban, téli kabátokra, téli cipőre, kesztyűre, zoknira, minden olyasmire, ugye, ami a kinti időben fontos lehet ilyenkor az ellátottainknak. Sőt, ott szívesen fogadunk tartós élelmiszereket is, konzervet, zsírt, teát, cukrot, citromlét, ami a napi ellátásukhoz szükséges az ellátottainknak. Ugye az intézményünk csak ebédet biztosít az ellátottaknak, és az adományokból szoktuk a reggelit és a vacsorát biztosítani nekik. A reggeli és a vacsora pedig napi szükséglet. Karácsony idején nagyobb az adakozó kedv, így egyelőre abból tartalékolnak. Februárra azonban már megcsappan a készlet. Női ruhaneműt is fogadunk, igen. Sokkal kevesebb rá az igény, mint a férfire, és el tudjuk juttatni olyan rászoruló hajléktalan hölgyeknek, akiknek szüksége van erre. A hajléktalan szállón házi könyvtár is működik, amit könyvfelajánlásokkal lehet bővíteni. Szórakozási lehetőségnél még elmondanám, hogy ugye van egy DVD lejátszónk, és szoktunk kapni filmeket, hogyha esetleg van valakinek otthon olyan, amit már nagyon sokszor nézett, vagy már nem szeretné, ezt is nagyon szívesen várjuk, mert a délutáni esti órákban szívesen néznek filmet az ellátottak.